A torkolati műtárgy kivitelezése 2017. decemberében indult, azzal a céllal, hogy a Mosoni-Duna torkolati szakaszán a vízszintek megemelésével és a megfelelő torkolati vízszint visszaállításával lehetővé váljon a vizes élőhelyek rehabilitációja. Kara Ákos kiemelte, hogy ezen a területen komoly előrelépés az építmény. Nagyon sokan tanúbizonyságot tettek győriek és Győr környékén élők, hogy szeretnének javítani azon a nem jó helyzeten, ami kialakult itt a víznek ezen a szakaszán, ezen a részén. Én azt gondolom, hogy az erőfeszítések célba értek, és remélem, hogy a következő időszakban egyre többen fogják érezni, élvezni, érzékelni ennek a projektnek a jótékony hatásait. 1992. októberében elterelték a Dunát, ezért kevesebb víz került a Mosoni Dunába. Erre adhat most megoldást a kapu. Simon Róbert Balázs hozzátette, hogy a jövőben turisztikai szempontból is kedvező lehet az objektum. Nem csak Győrben, hanem az alsó sziget közben is a vízszint emelkedése lehetővé teszi azt, hogy kis hajókkal is járható legyen, sőt, nagyobb méretű hajókkal is, hiszen most egy ilyen hajófedélzetén vagyunk, és hát a vízi turizmus is erősödik. És még egyet hozzátennék, ez szerintem fontos, ez a városképileg, vagy egyáltalán a közérzetileg, hogy ugye nagyon szomorú látvány, hogyha egy folyómederben nincsen víz, annak csak a maradványai vannak, vagy hogyha hajóztunk itt az elmúlt időszakban, vagy olyan eszközökkel közlekedtünk, ilyen tutajjal, amikor leért az alja és megakadt, de ez már a múlt. Szerencsére megoldódott ez a komoly probléma. Görbedi László elárulta, hogy már az ajánlat felhívásakor figyelembe vették a kivitelezés lehetősége mellett a leendő üzemeltetés és a használatba vétel szempontjait is. Továbbá elmondta, hogy a műszaki és mérnöki feladatok mellett egyéb felmerülő akadályoknál is sikeresen orvosolták a problémákat. A csúcsidőben több mint 100 ember dolgozott rajta, de azon kívül, hogy meg kell oldani a műszaki problémákat, még olyan dolgokkal, olyan helyzetekkel is találkoztunk, ami nem a hagyományos mérnöki feladat. Csak egy példát említenék, hogy a szivárványos ökle szaporodásának fenntartása érdekében fekete kagylókat telepítettünk a vízbe. Ez ugye érezzük, hogy nem annyira mérnöki feladat, de ezt is megugrottuk, illetve többször elöntött az építkezést az árvíz, és volt olyan, a járőrök is hajóról vizsgálták a műtárgyakat. A duzzasztónak köszönhetően több lehetőséget kap így a környék. A túlsó parttal való összekötés szintén fontos lépésnek számít, hiszen így könnyebben el lehet majd érni Gönyűt és Véneket. A mai nap, aminek én nagyon örülök, hogy visszakaptunk egy eszközt. Visszakaptunk egy eszközt, és ezzel visszakaptuk azokat az elvesztett lehetőségeket is, amelyel most mindenki élhet a maga szakterületén, és azt mondom, ez igen nagy dolog. És visszaemlékezve egykori üzemeltetői énemre azt mondhatom, hogy most már talán nem arra fogunk vitatkozni, hogy nincs víz, hanem arra fogunk vitatkozni, hogy alacsony a víz vagy magas a víz. Közös cél volt a szigetköz élővilágának megmentése. Dr. Nagy István szerint az emberek összetartó erejének is köszönhető a megújulás. Sok mindent átéltünk és szenvedtünk közösen, amikor az öreg Dunát elvitték. Nagyon megsínlette ez a táj mindannak a hatását, ami a vízvesztéssel járt. És ma itt vagyunk, annál a pillanatnál, amikor azt látjuk, hogy a táj él, és az itt élők is élni akarnak. És őszinte leszek, ezt meg kell ünnepelnünk nagyon. Tehát tudnunk kell érezni azt, hogy az emberi összefogásnak mekkora ereje van. Éreznünk kell azt, hogy mire képes az ember a maga tudásával, a maga tapasztalatával. A Covid miatt az építmény átadása egy évet csúszott, így a szalagot csütörtökön vágták át a képviselők a hajón, ezzel megnyitva a térséget, ami további lehetőséget biztosít a megújuláshoz és a fejlődéshez. A létesítmény érdekessége, hogy egy hallépcsőt is készítettek, ami bekamerázott, így online bármikor megtekinthető a halak vonulása.